plašili smo se bolesti. Koristio sam Arteju. Bolesti na pšenici nema. To znači dobar rod i kvalitetan. Ispunjenije, to jest krupnije i zdravije zrno. Odradila je Artea to što je trebalo. Sigurnost Syngenta. Köszöntöm a Pannongaz nézőit. Mai műsorunkban sokféle termékkel ismerkedhetnek meg, többek között majd a Syngenta, az Adama és a Nimagrain, vagyis az LG termékeivel is, de beszélünk majd cukorrépavetésről, méhészetről és gyümölcsfákról is. Tartsanak velünk! Evo tandema da korova nema. Chief Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Chief i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Chief Maxu zajedno stoje Chief i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza Chief Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. A szép időben kellően megszáradt a termőtalaj felső rétege, ezért a gazdák igyekeznek befejezni az elmaradt munkálatokat. A cukorrépa termelők, bár még nem késtek el a vetéssel, szinte éjjel-nappal dolgoznak a földeken. Tisza Kálmán falván az elmúlt években lemorzsolódtak a termelők, csak egy gazda tart ki a cukorrépa mellett. A vetést ma kezdtük, eső előtt lett készítve, és mivel előrejelzésben csapadék a közeljövőben nincs. Nem készítettük még egyszer, nem finisöltük. Nedvesség miatt féltem még egyszer munkálni. Nem így szerintem eléggé sima is, meg apró is nedvesség van. Hát meg lett vigyázva, mivel eső előtt lett készítve, meg szerintem ebben a nedvességgel gond nélkül ki fog kelni. A fiatal gazda területének egynegyedén termel répát, a vetésforgót szigorúan betartja, és a stabil hozam érdekében mindent megad a növénynek. Mindent meg kell adni az agrotechnikától, a műtrágyáig, az odafigyelésig, a dédelgetésig, a levéltrágyákig, meg a kemény trágyákig és műtrágyákig, mindent fullba. És akkor, ha Jézuska is úgy akarja, akkor siker is kell, hogy legyen. Az átlag azért szerintem mégis az odaadásnak köszönhető, a jó átlag, hogy úgy mondjam. Hát a tavali kicsit gyengébb termés, megint csak a szárazságnak és a hőségnek írható, ami pedig a konkrét cukorrépát illeti, hát azért mégis kisebb volt sokkal a termés kiesés, mint mondjuk rá tavali szóján. Főleg az idei évben szójában nem sok jót látok. Úgyhogy cukorrépa is muszáj volt, hogy továbbra is kapjon helyet. Bizonytalan ez az egész idei év mindenféle szempontból, úgyhogy ha több felé tesszük letétet, azért szerintem valahol csak majd bejön. A gyár áfával együtt 38 eurócentes árat kínál a gazdáknak. A termelők szerint inkább a feléjük mutatott viszonyulásban kellene változtatni. Nagyobb gond van azért mégis az elemzésed, digesztióval, stb. De hát én mégis úgy vagyok vele, ha van piszkos répa, amiből ugye levonni, hát akkor csak marad mondjuk rá, mint a tavalyi évben. 5,12 vagony holdanként fizetendő. Matematikailag a tavali répa is jobb volt a többi kultúránál. Óbecsén Gortva Imre gazdaságán a napokban befejeződött a cukorrépa vetése. A földbe került mag már csirázásnak indult, mert szinte tökéletesek a feltételek a csirázásra és a kelésre. Optimális feltételek mellett indultunk a répa vetéshez, illetve a búzák és a későbbi tavaszi vetéseknek az elindításához. A talajművelés szerintem történelmi jelentőségű nedvességtartalma bíró, és a földek bemunkálási minősége úgy érzem, hogy nagyszerű, kielégítő. A külterjes munkaminőség az, ami meghatározza később a répa termesztés végleges állapotát, az pedig a megkapott répa gyökér minősége,
elsősorban is mennyisége. Vajdaságban a becslések szerint 60 ezer hektár körüli lesz a répával bevetett terület. A cukorgyárak kedvező feltétele, valamint a többi haszonnövény alacsony ára miatt történt ez az előrelépés, mondja a termelés szervező. A többi tőzsdei jellegű termelési viszonylat és az árak, visszaszorított áraknak a következménye ez. Az emberek és a termelők reménykednek abba, hogy az idén a cukorárból kifolyólag a répa gyökér ára is megfelelő lesz, és a visszaélések visszaszorításával valószínű, hogy a cukorrépa az idén tud olyan feltételeket és olyan profitot biztosítani, amely kompenzálja a többi növény hiányosságát, illetve kifizetődőségi hiányosságát. Reményeink szerint azaz 55 ezer és 60 ezer hektár között el lesz vetve a cukorrépa, és a termés átlag biztosítja a meglévő gyáraknak a fönnmaradását. Minőséges répa termesztés magába foglalja a pontos betartott vetésforgót, tehát ami azt jelenti, hogy 4 és 5 évente kerül ugyanabba a területbe répa. A cukorgyárak viselkedését pedig a cukorár befolyásolja. Tehát a visszaélések visszaszorítása szintjén és értelmében a jó cukorár garantál egy úriemberes gyárviselkedést is. És ennek a kontextusában gondoljuk, hogy a 2016-os év a cukorrépaival fog lenni. A cukorrépa termelése igényeli a legnagyobb beruházást, de jó évben és a gyárok korrekt viszonyulása mellett a legnagyobb jövedelmet valósíthatja meg a gazda. Hektáronként akár 1000 eurós jövedelemmel is számolhat. Kukorica és a búza esetében a jelenlegi árak függvényében ez nem érhető el. U zaštiti imi suncokreta i soje ovoga se svi korovi boje. Saltus. Pažljivo odabran da prinosu prija uz duplo više aktivne materije ne ostavlja žive ni najgore korove njive. Jedno prskanje odmah uspeva. Obezbeđuje snažno čuvanje vaših useva. Za najlepše lice ravnice. Prema korovu surov, prema usevu nežan, Saltus je neizbežan. Jer zemlja ne može sama, Adama. A változékony téli, koratavaszi időjárás némileg megviselte a gyümölcsfákat, nem volt igazi fagy a kórokozók elpusztítására, és a virágzás is korán jött. A március végi reggeli fagyok bizony okoztak kárt a virágokban. A mi körtésünkben én, ahogy végeztem egy ilyen átnézést a rügyeken, az ágokon, hát én úgy nézem, hogy egy nagyon kevés rügy megfagyott, de a nagy része virágok azért, hál' Istennek, megvannak, jók. Viszont az volt a fontos szerintem, a gyümölcsfák általában érvényes rájuk, hogyha ősszel elvégezzük a tápanyag föltöltést, és ugye szénhidrát tartalom a növényekbe, illetve fákba, a szövetekbe kellő mennyiségől, akkor az bizony tud védekezni a fagy ellen is. Persze kell nem teljes mértékben, viszont sokszor elvégzik tavasszal ilyenkor egy héttel, kettővel permetezni. Szintén ebből a célból a szénhidrát tartalmat fölemelik, és akkor ezáltal, ha nem füstölnek, akkor meg tudják védeni a fákat. Mi idén ezt nem végeztük. Tavaly igen, és akkor jó is volt. A kártevők is már korán megjelentek. A körte egyik legnagyobb ellensége a körtelevélbolha, ami ellen már januárban védekezni kellett. Petéket találtam éppen tegnap, ahogy néztem, vannak a fákon. Januárban kellett volna, ugye az ilyen időjárás ez borzasztóan kedvezőtlenül befolyásolja a kártevők megjelenése. Ha amikor januárban megjelennek, akkor rögtön kellett volna intézkedni. Nálunk sajnos ez az idén elmaradt, és meg is látszik. Nincs sok, de azért látszik és van. A kis területű gazdaságon 10 évvel ezelőtt 750 fát ültettek. Kétfajta körtét termelnek, mert célzottan a feldolgozásra összpontosítottak. Azonban az állami bürokrácia megnehezíti a kisgazda munkáját és érvényesülését. Ennek ellenére ebben az ágazatban látják a jövőt. Gyümölcstermesztésben én rengeteg potenciált látnák. Sajnos ez a mi országunkban nagyon-nagyon sok minden nem úgy megy, ahogy kell. És sokszor probléma van az eladással. Körtével is nálunk szokott néha gond lenni, hogy három nagyobb termelő van a faluban,
azelőtt, amíg nem kezdtünk körtét termelni, senki nem árult körtét, most még mikor a szezon van, akkor jóformán a falu tele van lopott körtével, úgyhogy ez egy kicsit probléma, de hát ettől függetlenül a gyümölcs termelésben igenis, hogy lehetne, tehát megélni az embereknek, és befektetni minél több gyümölcsfát telepíteni, gyümölcsfajtákat is, szerintem mindegyik jövedelmező lehet, és tulajdonképpen mezőgazdaságnak ez az egyik ága, amelyik legjobban talán jövedelmező, és nincs annyi munka bele. Tehát van kiadás, van befektetés, minden, de mondjuk nem kell minden évben hűtetni, nem kell minden évben magot, egyéb dolgokat beszerezni. Szerintem ez az egyik legjobb ága a gyümölcstermesztés a mezőgazdasági ágazatnak. A bácsföldvári gyümölcstermelők tudatosan választották a körtét, mivel a feldolgozást tűzték ki célul. Most viszont friss értékesítésre kerül a gyümölcs. Pálinka főzdénk már előbb volt, és akkor hát a pálinka főzésű gyümölcs is kell természetesen. Na, úgy gondoltuk, hogy egy részt, amit feldolgozunk, termelünk, azt hát majd meg is termeljük. Tehát, és hát ez volt az egyik oka annak, hogy a gyümölcsészethez fordultunk, valamint hát szeretet is, tehát szeressük is ezt a gyümölcsészetet. Különben almát szerettünk volna, arról gondolkoztunk, hogy majd alma telepítünk, de mivel hogy ez a, tehát úgy gondoltuk, hogy almából van sokkal nagyobb a választék, és ez a, elemeztük a dolgokat, hogy körtéből persze kevesebb volt, tehát nagyon nagy a különbség a mennyiségű, hát ezért döntöttük úgy, hogy körtést telepítünk. Sajnos tudjuk a helyzet milyen, hogy hát a pálinka nem nagyon megy, tehát jó gyümölcspálinkát nem lehet eladni, értékesíteni, hát, és aztán az átfordult az egész dolog, hogy aztán most már úgy vagyunk, hogy eladjuk, mint konzum. A konzum részben úgy értékesítjük most a körtét, mivel hogy hát pálinka az nem nagyon megy, de hát valamennyi elmegy pálinka, de nagy a részét eladjuk persze konzum. A gazdaság bővítése is terven van, de apróbb léptekkel. A lehetőség egyelőre ennyi az egész, tehát ebben a mennyisége tudunk még most boldogulni, úgy feldolgozunk, mint pálinkában, valamint el tudjuk adni egyelőre jó volna bővíteni a termelést, de majd meglássuk a közeljövőben, hogy mi lesz. A gazdák nem veszték reményüket, csak azt kívánják, hogy az állam jobban megbecsülje a kistermelőt, és a lopások mértéke is csappanjon, mert a legnagyobb kárt éppen a tolvajok okozzák. Efikasno protiv monilije i venturije. Koristi se horus, odkad koristimo ovaj preparat, nema venturije. Zaštiti dobro i stata. A odlično delovanje na niskim temperaturama. Plodovi su izvanrednog kvaliteta. Horus Syngenta. A szép idő beköszöntével a méhesben is zsong az élet, de a munka is felszaporodott. Most van a kaptárnyitás ideje és a méh családok megvizsgálása. A szeszélyes télvégi időjárás kihatott a gyümölcsvág virágzására, így a méhek felerősödésére. A méhész reméli, hogy április közepére, mire az olajrepce virágzik, jól felerősödnek a családok. Valamikor február elején, közepén már olyan idők voltak, amikor a fias komolyabban be tudott indulni. A dunai méhészek, ahol ugye a Duna mellett még egy kicsit délebbre valamivel jobb idők voltak, már akkor 3 keret fiasításról, 4 keret fiasításról beszéltek, nálunk ez még akkor nem volt. A márciusi idők azok pedig nem tudtak nagyon 11-2 fok fölé menni. És akkor megtörtént az, hogy a növényvilág, ugye a méhlegelő, a füzek, a kecskefűz és a korán virágzó kerti növények kivirágzott már, de tulajdonképpen a méhek nem tudták kihasználni olyan mértékben, mint előző években szokták. A probléma ott volt, hogy nagyon szépen virágzott, és nagyon kellemesen érezni is lehetett az illatát. Ezt a méhek megérezték, kijöttek, kicsalta őket, de ekkor még csak 9-10 fok volt, vagy esetleg csak 8-9, és akkor nagyon sok méh elveszett. Látjuk visszarepülni a méheket súllyal, virágporral, de amikor a kaptár előtt épp, hogy be akarnak szállni,
szelek is voltak, ugye, és akkor leestek, és akkor nagy része ott elveszett. A méhészek a hónap közepére várják az olajrepce virágzását, ami az első főlegelőt jelenti. Ilyen időjárási körülmények közepette a méhcsaládokat mesterségesen kell felerősíteni. Méhészek már azt meg is teszik, mert ilyenkor tulajdonképpen cukorlepény használata az ajánlott. A folyékony táp, vagyis hát ugye a szirup adása az még kockázatos. Azért, mert nagyon nehéz ilyenkor úgy bejuttatni a szirupot a kaptárba, hogy ne legyen nagy hőveszteség. Márpedig ilyenkor a legfontosabb a méheknek a meleg megőrzése kaptárban, hogy a fiasítás ne szenvedjen. A fiasításnak ugye meg kell, hogy legyen az a 35-6 fok, és hogyha azt nem tudja még család biztosítani, akkor a fiasítás stagnál vagy tönkre is mehet. Most ilyenkor a legalkalmasabb ugye, cukorlepényt adni, ami azt jelenti, hogy ha az ember egy kaptárnyitással gyorsan azt beteszi, és letakarja vissza őket, akkor tulajdonképpen körülbelül egy hétig erős család hamarabb elviszi azt a kilós cukorlepényt, de átlagban egy hétig akkor megvan az a stimuláció, ami tulajdonképpen azt jelenti, mintha minden nap adna 10-15 dekát az ember nekik. A repcét azt mi úgy vesszük, mint egy nagyon jó segítség az akácra való felerősítésre. És a repce az ugye lesz 5 kiló, vagy 10 kiló, vagy hál' Istennek lenne több, ugye? De hát a repce az, amit ad, de még felerősíti, fölhízlalja a családokat akácra. Az óbecsei méhészek főterméke az akácméz. A gyakorlott gazda számára nem nehéz kitermelni az értékes táplálékot, inkább az értékesítéssel van gond. Ugyanis az idén még nem volt mézfelvásárlás, így a tavalyi termésből van néhány hordónyi. Hogyan alakul majd a mézpiac és a nagybani felvásárlási ár, sajnos előre nem lehet tudni. Addig is a kispiaci értékesítés hoz némi pénzt a konyhára. Hibridi suncokreta kompanije Syngenta godinama dominiraju našim žitnicama. Mnogo je razloga za to. Prvi razlog jeste prinos. Drugi razlog jeste što je siguran prinos. Treći razlog je što neće da polegne otporan na bolest. I ne treba vam više. Na kraju, broj para koje ćete uzeti. Što se tiče suncokreta, 100% radimo Syngentu. Mahom je to kondi, međutim, prošle godine smo uveli Edenis, koji isto daje odlične prinose. Edenis, najbolji na plodnim zemljištima. Otporan na poleganje i lom stabljike. Veliki broj zrna srednje veličine. Tolerantan na dominantne bolesti u suncokretu. Šampion po potencijalu za prinos i sadržaj ulja. Edenis, zdravo dobar. Prinos je bio odličan, negde oko 4,5 tone na hektar. Tako da smo bili prezadovoljni što se tiče prinosa. To je 2,2 tone po jutru, to je bilo odlično. Edenis je nov hibrid koji smo uveli prošle godine i ove godine bi iznenadio sa prinosom od 4600 kg suvog zrna po hektaru, tako da je to jedan izuzetan prinos. I u vlažnim i u sušnim godinama je pokazao stabilan prinos, uvek je to sličan prinos. Vrti se da li 100-200 kila po hektaru gore-dola, ali uvek je to dobro. To je srednje krupna glava, ali su, kad sazdrava, ona je napuni samu sredinu. Nema ono da se desi da bude okolo puno, od sredina prazna. Zrno je bilo zdrelo. Znači vlaga, kada smo kosili, čak su neki imali i 8 vlaga. Znate, zamislite 8 vlaga. I kada je cena bila manja, uvek on to nadomesti sa prinosom i uvek bude dobro, jel? Ja sam prezadovoljan što se tiče tog i ne bi da je menjam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövő héten állattenyésztéssel fogunk legfőképpen foglalkozni, azon belül is majd ismét juhtenyésztéssel. Várom Önöket az Agrárvilágban és vasárnap délelőtt a 89,6 MHz-en. A viszontlátásra!